Keresétek meg hozzá a Spacecraft 3D nevű alkalmazást. Kötyük társaságában a gyerekek a mobil digitális iskolában. A guruló osztályterem a héten Sonkádon állomásozik. Itt indult útjára a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ legújabb rendezvény sorozata. A DPMK egyik küldetése, hogy biztosítsa a 2016 végén elfogadott digitális oktatási stratégia bevezetését és módszertani támogatását. A most elstartott programok több részből tevődnek össze. A jövőt bemutató tanóra két célcsoportot szólít meg. A diákoknál azt szeretnénk, hogy éljék meg egy tanóra keretében, hogy milyen is az, amikor digitális eszközökkel egy interaktív tanórán vesznek részt. Tehát ez egy élményközpontú, a jövőt bemutató tanóra. Itt nem feltétlenül az a cél, hogy valami konkrét tudást adjunk át, mert nagyon izgalmas témáink vannak, pénzügyi tudatosság, fenntarthatóság, robotika, tehát nagyon jó témákkal jövünk, de hogy itt a diákoknak azt szeretnénk bemutatni, hogy ez hogy működik a világban. Pedagógus kollégáknak alapvetően módszertani képzést adunk, tehát őnekik azt mutatjuk meg, hogy ezeket a digitális eszközöket, ezeket a digitális tartalmakat hogy lehet egy mindennapi tanórában hatékonyan, jól használni. A Mobidik 2017 elején indult egy országjáró turnéval, azóta több tízezer diákkal és több ezer pedagógussal találkoztak. A mostani programsorozat keretében 15-20 helyszínre szeretnének eljutni. Sonkádra a héten napi 90-100 diák érkezik, hogy beüljön a digitális iskolába. Ennek a kuriózuma az, hogy Sonkádnak nincs is iskolája, tehát egy olyan településről beszélünk, aki ezzel foglalkozik, aminek nincs valóságos iskolája, költségbe a szomszédos településre járnak át a gyerekeink. Mivel nagyon jó kapcsolatom van az iskolaigazgatókkal, tankerülettel, ezáltal elég könnyű volt megszervezni azt, hogy a környék iskolái, iskolaigazgatói szívesen hozzák a gyerekeket, illetve a pedagógusokat is. A gyerekeken keresztül tudjuk leginkább megszólítani a felnőtteket, a szülőket, és sok esetben a tanáraikat is. A helyszínen megkérdezett pedagógus szerint ehhez partnereknek kell lenniük, mivel fontos, hogy ne csak a gyerekek, hanem ők is felkészültek legyenek a 21. század kihívásaira. A mi tantestületünk nagyon fontosnak tartja azt, hogy felkészültek legyünk a 21. század kihívásaira, és igazából úgy gondoljuk, azt hiszem beszélhetek a kollégáim nevében is, hogy a mai gyerekeknek a figyelmét nem elég csak felkeltenünk, meg is kell tartanunk ezt a figyelmet, és azt látjuk, hogy a digitalizáció lehet ennek az egyik eszköze, amivel ezt a figyelmet el tudjuk érni a gyerekeknek, illetve azt, hogy partnerek legyenek, bármilyen foglalkozásról legyen is szó. Munkában a magyar gyártmányú háromdimenziós nyomtató. A kijelzője szerint közel 1 óra 20 percbe telik, amíg elkészül a 3D-s modellként megadott formával. 215 Celsius fokon dolgozik a PLA Politessa nevű lebomló műanyagszállal. Itt pedig már az elkészült maci. Ezzel a technikával és a Sonkádi önkormányzat épületében kiállított tabletekkel is azt próbálták szemléltetni, hogy ezek az eszközök már mindennapi életünk részei, melyek használatát az idősebbekkel is meg kell ismertetni. A tervünk az, hogy 4G-vel legyen lefedve minden egyes kistérség, hiszen a digitális világról beszélünk, akkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy vannak még az országban olyan pontok, amelyek nehezen használhatóak internetezés szempontjából, és nyilván, hogyha ez megvan, akkor pedig egyértelműen a lakosság különböző csoportjait kell arra rávenni, hogy használják. A következő hetekben különféle eszközbemutatókkal, workshopokkal, foglalkozásokkal és a digitális pedagógiát támogató műhely munka jellegű programokkal az ország számos pontján jelenik meg a Mobidik csapata. A konkrét helyszínekről a DPMK weboldalán lehet tájékozódni.